Nagy szeretettel üdvözöllek benneteket. Hallhattunk egy nagyon tanulságos bevezetőt Robitól, amit ezúton köszönök is. És hát érezhetted belőle, meg hallhattad belőle, hogy a zen gyakorlók élete az nem fenékig tejfel. Tehát halállal riogatják őket, mindenféle egoitásokat gyártanak ide-oda, rosszul vannak, nem megy. Úgyhogy hát ez látszik, hogy nem egy ilyen kis simogatós hétvégi kurzus, hogy befizeted, és akkor jó van, nem is olyan nagy a fejed, Pistike, add ide a pénzedet, még. Vigyázzatok, ahol nagyon sokat dicsérnek titeket, és jó érzéseket okoznak, ott azért általában kérnek valamit cserébe, és viszonylag nagyobb összeget. Ha nem az elején, akkor a végén. Úgyhogy, hát látod, hogy ez egy picit más műfaj, és nagyon megmaradt bennem az egyik interjún, ami ma volt, az a mondat, amit talán sokan elmondhatnak, hogy hát tulajdonképpen én nem is tudom, hogy miért jövök ide-vissza. Visszajövök rendszeresen, de úgy bele kell gondolni, nagyon sok mindent nem tudunk felsorolni, ami olyan egyértelműen jó. És ez egy nagyon erős mondat volt. És akkor elkezdtem ezen gondolkozni, hogy a Dharma beszéd jó, ha arról is szól, hogy azért egy kicsit tisztázzuk azt, hogy miért is jövünk ide. És ennek persze vannak jól meghatározott pontjai, amit sokszor hallhattak a Dharma beszédekben, hogy mert hogy minden lénynek segítsünk, minden érző lényért gyakorlunk. És igen, ez így van, de azért ennek vannak lépései. És képzeljétek el mondjuk egy utazást. Mindenki utazott már, legalábbis országon belül, egy olyan városba, amit még egyáltalán nem ismer. Lehet mondom belföldön is, külföldön is. Elmész egy ilyen városba, és hát mi az élményed először, hogy kijössz az utcán, azt se tudod, merre kell menni, azt se tudod, hogy itt majd mit fogsz csinálni, lehet benned egy ilyen kellemetlen szorongás is, hogy most hát itt semmi nem ismerős, nem tudom, hol kell bevásárolni, nem tudom, hol van jó étterem, hol van fodrász, mondjuk zenszerzetesnek ez nem probléma, de másoknak igen. És akkor aztán hogy elkezded megismerni, de a megismerésnek is sokféle módja lehet. Lehet olyan, hogy csak elkezdesz botorkálni az utcákon, és úgy lassan-lassan megismered. Lehet, hogy így is egy idő után célba érsz, és kiismered magad a városba. Tehát általában nem ezt szoktuk csinálni, hanem manapság már nagyon jó eszközök vannak arra, hogy az ismeretlen városban is eligazol, hogy előveszed a telefont, kinyitod a megfelelő térképet, rákeresel az élelmiszerboltokra, a benzinkútra, a fodrászra, a zengyakorló helyekre, és akkor el is olvasod ott az értékeléseket, hogy hány pont, 5-ből 3 pont, akkor oda nem megyek, ha 4,5, akkor oda már megyek. És szépen lassan így megismered ezt az egészet, és otthon leszel abban a városban. Főleg, ha sokat töltesz ott. De ha mondjuk önmagába csak azt veszed, hogy kinyitod otthon a szobába a térképet, és elkezded olvasgatni azt a várost, meg megnézed az épületeket, vagy nézel róla egy filmet, hát valamit tudsz majd arról a városról, de valójában nem lesz róla tapasztalatod. Talán mindegyikötök járt már olyan városba, amit híres város, és mondjuk filmekben sokat láttatok. London, Párizs, Washington, Budapest is ilyen, csak azt viszonylag jól szoktuk ismerni. És amikor elmész oda, akkor tök máshogy néznek ki azok az ismerős épületek, mint ahogy a filmbe gondoltad. Lehet, hogy sokkal kisebb, vagy nagyobb, vagy nem gondolod, hogy olyan az elrendezés. Tehát, hogy a film, meg a valóság néha szinte köszönő viszonyban sincs. Úgyhogy nagyjából ilyen a zen gyakorlat is, meg a zen tanítás is. Tehát, hogy van maga a gyakorlat, amikor eljössz ide, és ülünk, éneklünk, leborulunk. Meg van az, amikor hallasz egy dharma beszédet, hogy dharma beszédbe elmondják, hogy hát igen,
Ott a két utcával arrébb lévő boltba friss a zöldség. Oda menjél. A közelebbiben nem érdemes menni, mert drága és fonnyadt. Vagy igen, az a zencsoport jó, az a zencsoport nem jó. Minden zencsoport jó, ez rossz hasonlat volt. Tehát, hogy kapsz valami útmutatást. És aztán az alapján elmész oda. És megcsinálod. De persze, ha önmagában csak az útmutatást hallgatod meg, és nem mész el oda a városba, hát abból nem lesz semmi. Ha meg nem is élő tanítást hallgatsz, hanem olvasgatsz úti leírásokat, lesz egy képed arról a városról, de valójában semmi közöd nincs hozzá. Itt fejben él az egész, és egy álomvilágban vagy. Úgyhogy ezek nagyjából a szintjei annak, ahogy kapcsolódhatunk egy hagyományhoz. Tehát úti leírásolvasgatás, akkor ilyen emberek hallgatása, akik már jártak abba a városba, és aztán a konkrét odautazás, hogy oda megyek, és akkor jó esetben az útmutatások révén megismerem az ottani embereket, és végül eljutok oda, hogy otthon érzem magam abban a városban. Tehát ez nagyjából a tudatunk, a személyiségünk, mindaz, amiből állunk mi, mint ember. Hogy eljössz egy ilyen elvonulásra, és elkezded kiismerni azt a várost. Tehát megérkezel, leszállsz repülővel, busszal, és elkezdesz ott sétálni. És ez a város te vagy. És minden egyéb az idegenvezető, a boltos, az ismerősöd onnan, ezek mind valójában csak ilyen segítők és útmutatók, de neked kell kitapasztalni azt, ami történik. És hogyha hát nem sikerül először, vagy nehézségeid vannak, akkor az végül is rajtad múlik. Azzal, hogy hogyan használod az információkat. Tehát itt is, ahogy hallhattad is a bevezetőbe, hogy valójában itt a teremben minden rólunk, rólatok, rólam szól. És nem koreai, nem egzotikus, nem valami kívülről ránk oktrojált akármi. A belső érzéseink azok, ha ellenszembesek, akkor valójában nem a teremnek, meg a tanítónak, meg az aranybuddha szobornak, meg a szutráknak, meg a koanoknak szólnak, hanem annak, ami bennünk van. És el lehet sok helyre menni, és tök jó, nagyon sok jó hely van. El lehet menni Koreába, Indiába, Amerikába, van rengeteg elvonuló hely, egzotikus helyen, de végső soron ott is rólad fog szólni. Tehát szinte mindegy, hogy hol van ez. Sokan szokták ezt érezni, hogy na, én elmegyek ide-oda, amoda. És ezzel nem azt mondom, hogy ne menjél, menjél le. De végső soron viszed a táskába mindazt, amivel dolgod van, és ott is le fogsz ülni, és ott is kinyitod a táskát, és a táska tartalma fog zavarni. Tehát végső soron arról szól ez az egész, hogy kiismerd a várost. Megismerd a saját tudatod működését. És ezzel megismerd az emberi tudat működését. Mert nagyon hasonló módon működik mindenkinél. Karmánk más. De a működés, az alapműködés nagyon-nagyon hasonló az, hogy mi egy ember. Hogy egy koreai, egy indiai, egy magyar kulturálisan nagyon különböző, de mind ember. Úgyhogy ha megismered magad, megismered a többi embert is. És ez egy nagyon-nagyon fontos lépés. Hogy le tudjuk győzni azokat az akadályokat, át tudjuk ugorni azokat az akadályokat, amik bennünk vannak. Amik elfedik, eltakarják azt a tiszta, igazi önvalót, amifelé minden hagyomány mutat, hogy arra tessék menni. Úgyhogy nagyon komoly dolgot művelünk itt, és tényleg ez nem játék. Hanem az a cél, hogy belátást szerezzünk a valóság
miben létéről. És a buddhizmus és a zen is erről szól. És mindaz, amit hallasz most is, ez mind csak segítség. Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy végül is neked kell megcsinálni. Neked kell megküzdened érte. És hogy itt vagy egy másik helyen, az végül is mindegy. Az a fontos, hogy megcsináld. Hogy egy olyan működő közösségbe menj, ahol jelen van a tanító, a tanítás és a tanítói közösség. És megvan egy olyan hagyományvonal, ami minőségellenőrzésként számít, hogy ott igen, valószínűleg valami olyat kapsz, amit hát most nem éppen valaki a sufniban kitalálta, hogy jó, hát akkor most én ilyen coach leszek, és akkor majd mindenkit a szakadék felé vezetek. Lehet, hogy véletlenül nem arra, de hát lehet, hogy arra. Abba, hogy már visszanézel, hogy mondjuk a buddhizmusban meg a zenbe, itt is, ami a mi hagyomány vonalunk, hogy akkor Chongan Sunim, Sungsan Zen mester, Kobong Zen mester, ott látod őket mind, Mangong, Kyongho, meg mindenki előtte volt. Ez biztosít egy minőséget. Szóval, hogy ők nyilván nem csináltak hülyeséget, akkor ha hülyeséget csináltak volna, akkor nem maradt fönn. Akkor azok a tanítási vonalak kihalnak, mert nem működik. Mert nincsen utód. Tehát ezért ez ad egyfajta biztonságos közeget. Na és hogyha belelátsz a tudatod működésébe, és látod a világ szerkezetét, akkor elkezdhetsz függetlenné válni azoktól a gondolatoktól, amik nagyon meg tudnak minket határozni. Ha belegondoltok, gyakorlatilag sokszor nem is nekünk vannak gondolataink, hanem gondolatoknak, eszméknek, ideológiáknak, önképeknek vannak emberei. Egyfajta ilyen megszállottságnak is tekinthető ez. Sungsan Zen mester mindig azt mondta, hogy a legtöbb ember őrült. Mert őrült módon követi azt, ami a fejében van. Aztán, hogyha kicsit kevésbé ragaszkodik már a gondolataihoz, akkor kicsit kevésbé őrült. Ha egyáltalán nem ragaszkodik hozzá és megszabadul, akkor egészen normális lesz. Szoktuk reggelente mondani azt a szép szöveget, amiben van az a mondat, hogy jusson át minden lény a túlsó partra, akár kicsinek, akár nagynak látja önmagát. Ez mennyire rezonál a mai pszichoedukált közegbe. Sokat hallunk az önképről, meg sémákról, már mindenki tudja, hogy már ilyen belső gyerek, meg mindenféle van. Családállítás, pszichodráma. De hogy hát ez, hogy ez is gondolatok. Gondolatok, amik uralnak egy embert, hogy én nagynak gondolom magam, vagy én szegény kicsinek gondolom magam. És egyfajta személyes kis pszichózis ez. És amíg ehhez ragaszkodsz folyamatosan, egyszer nem látod a világot helyesen. És nem látod a többi embert helyesen. És ugyanígy van csoport szinten is. Csoportokat is meg tud szállni egy ideológia, egy eszme. Tudunk mindannyian mondani ilyeneket. Kommunizmus, náci ideológia, vallásos fanatizmus. Amikor egy csoportot meghatároz egy gondolat, hogy valaki egyszer kimondta, hogy majd pedig ez így van, és akkor aki csinálja, az jó, aki nem, azt meg kell ölni. És láthatjuk, hogy általában ez odáig megy, hogy nagyon komolyan tudunk ölni. Amiatt, hogy milyen fixa idea van a fejünkben, ami egyébként valójában nincs is. Csak valaki egyszer kitalálta, leírta egy könyvbe, és akkor ezt sokat szoktuk így nyugaton csinálni, meg közel-keleten, és hogy van egy könyv, kimondjuk rá, hogy a szent, és akkor az úgy van, és akkor még az önmagában jó is szokott lenni, de utána jönnek ilyen emberek, akik ilyesmi ruhákat fölvesznek, csak kicsit lehet, hogy más hagyományba, és akkor azok az emberek, azok elmondják, hogy azt úgy kell értelmezni, hogy na akkor igen, és akkor őt, hát őt el kéne kicsit úgy távolítani, hogy jó legyen. És valójában nem ilyen a világ. Tehát, hogy nincs ilyen, hogy rád kimondom, hogy téged ki kell húzni, mert nem, nincs jogod. Mindenkinek joga van lenni. Csak kérdés, hogy ezt el tudod-e fogadni. Mert hogy tudsz annyira független lenni attól, ami itt van belül,
hogy meglátod a másik embert. Hogy az valójában egyébként nem különböző tőled. Ezt a gyakorlat segítségével, tapasztalati úton be lehet látni. Ez a, amit a hagyomány úgy mond, hogy nagy szeretet, nagy együttérzés. Hogy ez a cél. Hogyha leomlik az egófal, amiről hallhattál Robitól is, akkor egyszerűen nincs már olyan, hogy téged kiírtunk el a gázkamrába. Mert valójában mindenkinek a buddha természete közös, és egy nagy egész részei vagyunk. És hogyha megütlek téged, meg elgázosítalak, akkor valójában magamat gázosítom el. Csak ezt akkor, hogyha a szemellenző be van a szeme belé rakva, akkor nem látom és csapkodok. Meg hogyha csak a könyvhöz ragaszkodok, hogy akkor itt azt mondta a nagy valaki, akkor is megszáll az a gondolat, és akkor utána jön az írtás. Úgyhogy erről szól a zen gyakorlat, és a zenben én azt szeretem kifejezetten, hogy erre nagyon-nagyon-nagyon hangsúlyosan rámutat, hogy a dualisztikus gondolkodás, amihez így ragaszkodunk, az a szenvedéseinknek a forrása. Hogy folyton legyártjuk magunknak a boldogságot, meg a szenvedést, a helyest, a helytelent, a tisztát, a tisztáttalant, és akkor mindig a pozitív minőségeket akarjuk, a negatívakat meg ellökjük magunktól, és adott esetben mondom, megpróbáljuk el is tüntetni a föld színéről. Holott valójában mi mondjuk azt, hogy tiszta vagy tisztáttalan. Mint ahogy mi mondjuk azt is, hogy fa, hogy hold, hogy csillagok, hogy nap. Ezek, hogy a nap, meg a csillag, meg hold, nem mondják magukról, hogy szia, én vagyok a nap, szia, én vagyok a hold, mint régen voltak ezek a mesefilmek, ahol ugye mosolyog a nap, meg beszél, meg a Teletubbies, volt egy ilyen. Hát nincs ilyen. Ezt mi gondoljuk bele, hogy egy ilyen, nem tudom, mosolygó gyerekarc a nap. Nem az. Ez minden innen jön. Úgyhogy nem baj az egyébként, hogy vannak gondolataink. Tehát nem arról beszélek, hogy jó, akkor most holnap mindenki, ezen ilyen, bejövünk reggel. Sziasztok! Nagyon jó, hogy vannak gondolataink. Kell is. Csak itt a nagy különbség, hogy uralnak-e a gondolataid, vagy te uralod őket, és használod őket. És ezt a lépést néha iszonyatosan nehéz megtenni. És erre vannak az zenben a koanok egyébként. Tehát én mindenkit arra bátorítok, hogy tessék koan interjúkra járni. És ott kell vagánykodni. A koan interjún. Legalább 5-10 évig vagánykodjatok a koan interjún. Mindenki ugye szereti a manapság ezt csinálni, hogy elmegy egy jogaoktató képzésre, vagy egy hétvégi bármi, most nem akarok senkit kipécézni. A lényeg a rövidség. Vagy nem tudom, elmegy egyszer lánéz egy lóra a kassainál, vagy bármi. Tehát ugye ő szokta mondani ezt a turistákat. És akkor jó, kicsit, na és akkor utána már kiposztolom, hogy meditáltam. Szeretem a meditációs posztokat egyébként az Instagramon, meg a Facebookon nézni, hogy elmegy valaki a hétvégére, meditációs hétvége, és csinál egy selfit, hogy meditálok, vagy lefényképezteti magát, hogy meditálok. Na hát akkor ugye tudhatjuk, hogy mindent csinál, csak azt nem, amit ott kellett volna. Úgyhogy, na, hát nem a látszatba kell vagánykodni, hanem például a koan interjún, na ott kell vagánykodni. És tessék jönni újra és újra és újra. És akkor szembesültök olyannal, mint ahogy itt a teremben most szinte mindenki már szembesült, hogy na hát akkor az a Jojun zenmester meglátogatja azt a két remetét, és megkérdezi az első remetét is, hogy elérted? Remete fölmutatja az öklét. Erre Jojun, itt se kell a víz, nem maradhatok. Oda megy a másikhoz is, elérted? Az is fölmutatja az öklét. Ó, meghajlok előtted, elérted a szabadságot élettől és haláltól. Ennyi a történet, és akkor jönnek ezek a kérdések, hogy miért fogadta el Jojun az egyik választ, a másikat pedig nem? Na és ugye ez egy olyan kérdés, hogy ha ragaszkodsz a gondolkodáshoz, akkor soha nem oldod meg. Hát mert hát egyértelmű, mind a kettőtől ugyanazt kérdezte, mind a kettő ugyanazt válaszolta, és akkor miért fogadta el az egyiket, a másikat meg nem? És akkor, Úristen, miért lehetett ez?
és nem tudod megoldani. És aztán vannak még ilyen indiszkrét kérdések, hogy és az első remetehébe te hogy válaszoltál volna? A második remetehébe te hogy válaszoltál volna? Első remete válasz, második remete az azonos vagy különböző? Ez mind ilyen szuper szétlövése annak, hogy a fejben mi történik. Ezek mind ilyen horgok. Ezt mindenkinek szerintem elmondtam az elvonuláson, hogy be van a sok-sok csali, meg persze a horog, a vízbe rakva. És ott úszik a hal, az elmédnek a hala, és ráharap erre is, ráharap arra is, és akkor ebből nem tudsz kijönni. Vagy ott van a másik ilyen történet, bejön a két szerzetes, ott a zenmester, és a zenmester rámutat a bambuszfüggönyre. Oda megy mind a két szerzetes, föltekerik, aztán azt mondja a mester, az egyiknek sikerült, a másiknak nem. És akkor kérdés, melyiknek sikerült, melyiknek nem? Na szóval ilyenekkel akarom itt szemléltetni a zen gyakorlatot, hogy na ezekkel kell vagánykodni. Mert ugye erről nem lehet instaposztot csinálni, hogy izzadsz, hogy melyiknek sikerült, melyiknek nem, bambuszfüggöny az arcom. Tehát, hogy igen, ó, tanítói szelfi. Egyszer készült egy tanítói szelfi, de nem posztoltam. Szóval ezek a kérdések. És ugye láthatod, hogy a kérdés, miért fogadtál az egyiket, a másikat nem, miért helyes az egyik, miért nem helyes a másik. Hát ez erről szól, hogy erre rácuppan ez a dualisztikus elme, ami a legnagyobb szent és a legnagyobb gyilkos tud lenni egyszerre. És akkor tudod megoldani a koant, hogyha egyik polaritást és a másik polaritást sem érinted. És észreveszed, hogy ez csapda. Ez egy nagy csapda, mint ahogy a Star Wars-os mém szokta. It's a trap. Tehát Akbar admirális, ugye. Úgyhogy... Tehát ez van, hogy ezért jössz be koan interjúra, itt meg azért vagy, hogy megismerd a tudatodat. És aztán gyakorolt, hogy hogyan tudsz újra és újra és újra és újra függetlenedni attól, ami benned van. Hogy ne az ideológia uraljon téged, vagy ne az önképed uraljon téged. Mert ha megoldod helyesen ezeket a koanokat, hogy akkor most miért fogadtál az egyiket, miért nem a másikat, egy idő után rájössz, hogy most ha én magamról azt gondolom, hogy folyton egy szar vagyok, vagy magamról arról folyton azt gondolom, hogy egy igazi zseni vagyok, aki... Hát az is ilyen. Az is egy dualitás, hogy én akkor mindig azt mondom, hogy én mindig helyes vagyok, vagy én mindig helytelen vagyok. Na és hogyha ez itt fölbomlik, föloldódik, megemészted a karmádat, akkor utána ott a happy. De az egy igazi happy, az nem ilyen kényszeredett, hogy na most... Hétvégén Sárgaföldig leiszom magam a Balaton Soundon, aztán utána meg komoran mindig ez a hullámzás van, hogy akkor meg komoran dolgozok. Legtöbb ember ugye ebbe él, hogy dolgozik valami szar munkahelyen, amit nem szeret, nem motivált, kevés pénzt kap érte, ez végig szenvedés, aztán tacsra vágja magát a hétvégén. És akkor e között van, kocsmából a templomba, templomból a kocsmába. És az zen gyakorlat célja az, hogy kiegyenlíteni, vagy amit a Buddha mondott, középúton lenni. A középút ezt is jelenti, hogy sem az egyik, sem a másik polaritás nem ejt engem rabul. És akkor a helyes élet, a helyes út és a helyes cselekvés megnyilvánulhat. És például akkor lehet igenis úgy cselekedni, meg úgy viselkedni, vagy legalábbis megközelíteni, mint ahogyan azt a legnagyobb tanítóink tették. Ez mindenkinek lehetősége. Tehát ha például olvasod a Bibliát, csak hogy hozzánk közelít mondjak, nem kell távol-keletre elmenni, Jézusnak a működését még így is, ahogyan most tudjuk a mai formában olvasni, hát szuper koan helyzetek vannak, és szuper dualitásmentes megoldások. Most így a végén csak egyet említenék, ami az egyik kedvencem, mert ebből remekül lehet tanulni a támadó koanokról, mert hogy ilyen is van, amikor konkrétan a tanító betámad téged valami gonoszsággal, valami ordas nagy dualitással, és akkor azt neked vissza kell dobnod.
Ez már a kicsit feketeövesebb műfaj. De például a Bibliában van egy nagyon komoly ilyen. Ugye mindenki ismeri ezt a történetet, amikor hozzák a házasságtörő nőt a farizeusok Jézus elé. És akkor jön a klasszikus csőbehúzási szituáció, amire nincsen jó válasz. Mert ugye, ha azt mondja, hogy na, tessék Jézus, itt van a házasságtörő nő, mit kell vele csinálni? Ugye a mózesi törvények szerint meg kell kövezni. De, ugye, na Jézus, mit mondasz rá? Ha azt mondja, hogy hát nem, nem, nem kell megkövezni, akkor ugye árta, vagy vét a mózesi törvények ellen, tehát el lehet őt is vinni és megkövezni. Ha meg azt mondja, hogy jó, hát igen, hát kövezzétek meg, akkor meg a saját tanítása és szeretett parancsa ellen vét. Tehát nem tud jót válaszolni Jézus, és akkor mit csinál? Ezt a választ mindenki ismeri, remekül visszadobja az egészet rájuk, egy kicsit irogat a földre, és aztán azt mondja, hogy az vesse rá az első követ, aki közületek bűntelen. És vissza van dobva az egész rájuk. És szuper jó, mert nem volt agresszív, de eloldalognak a farizeusok, mert ezzel nem tudnak mit csinálni. Ez a helyzet, hogyha ezt kielemzed, akkor a Koan interjún is tudsz majd virgonckodni, mert lesz egy-két nagyon hasonló Koan. Nem ezt kell válaszolni, de a szellemiségét adaptálni kell. Úgyhogy most adtam egy kis segítséget, de nem is adtam. Úgyhogy ez lehetséges. Csak gyakorolni kell hozzá. És sokat-sokat járni, és megtapasztalni azt, hogy mik is vagyunk mi valójában. Mi ez? Ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos pont. Úgyhogy én örülök, hogy ti most elköteleztétek magatokat legalább erre a hétvégére, hogy ezt végigcsináljátok. És nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez mennyire nagyszerű dolog. Korea, távol-keleten Koreában nagyon sok hasonlat volt arra, hogy mennyi az esélye annak, hogy találkozol a darmával. És hát valami ilyen, most nem tudok pontosan mindent idézni, de hát, hogy ha elképzelsz egy olyan helyzetet, hogy mondjuk bedobsz egy mentőövet a tengerbe, és akkor éppen akkor jön egy teknős, ami följön a víz tetejére, és pont a mentőövbe belecsúszik, és ki tudod húzni a teknőst, körülbelül ennyi az esélye, hogy találkozunk a darmával. Úgyhogy, ha találkoztál vele, akkor az óriási dolog. Szóval becsüld meg. Becsüld meg azt, amit kaphatsz, amit tanulhatsz, és használhatsz, és építsd be. Mert akkor lesz igazán szép mindannyiunknak az élet. Úgyhogy, ha segíthetek ebben a gyakorlatban, vagy bármilyen jellegű kérdésekben, amik esetleg fölmerültek bennetek, akkor most itt van az idő arra, hogy ezt föltegyétek és megbeszéljük. Kinek van kérdése? Közben beszéltél, bennem az a kérdés merült fel, hogy a zen gyakorlat ez nagyon letisztult, nagyon logikusan felépített, akár csak ha megnézzük a négytálas étkezést is, akkor a zen ruha miért ennyire praktikátlan? Ez bocsánat, mondjad, nem hallottam. A zen öltözet, az miért tűnik ennyire praktikátlannak? Hát, hogy legyen valami kis ellensúly. Tehát, hogy ez feltétlenül azért van, hogy akire ilyet adnak, az ne érezze magát kényelmesen, hanem úgy tűnjön, mintha Jedi, de közben mégse. Úgyhogy legyen melege az éneklés során, lépjen rá a szoknya részére, és essen el esetleg, meg ilyenek. Úgyhogy ez jó egy kicsit mindig, hogy nem érzed nyerekbe magad. Kicsit mintha igen, de közben mégse. De egyébként ez a legtöbb dologgal így van, hogy sokáig úgy vágyhatja az ember, hogy igen, hogy ilyenné válni, meg olyanná válni. Én például emlékszem, engem mindig beszippantottak ezek az ilyen tanár szerepek. Hát most végül is beszippantott ez úgy általában az életembe, de úgy emlékszem, hogy mindig úgy fölnéztem a tanáraimra, tanítóimra, de úgy tényleg őszintén, hogy ó, de csodálatos.
de szeretnék én is ilyen lenni. Vonzott valószínűleg benne az, hogy ez megadja a kontrollnak a látszatát. Hogyha te bármit tanítasz, legyen az biofizika, matek, irodalom, zen, bármi, hogy akkor te úgy fasz a gyerek vagy, szóval úgy tudod a világot, és akkor ott azon a rendszeren belül ráadásul te vagy a Jani, úgyhogy osztod a jegyeket, meg... Szóval valószínűleg nyilván ez is egy vonzó benne, de aztán az a helyzet, hogy amikor az ember esetleg kap is ilyen szerepeket, akkor olyan, mint a ruha. Szóval, hogy egyszerre igen lehetőség is nyílik, vagy spektrum is nyílik, de kapsz egy csomó felelősséget is. Hogy nem mindegy, hogy csinálod. És az meg egy csomó extra teher. Tehát, hogy azért ez az életben általában így van, hogyha kapsz valamit, akkor azzal kapsz terhet is. Tehát minden jóval jár valami rossz is, és fordítva. És ez az általános dualitás törvénynek megfelel. De közben jó is valamivé lenni. Ez egy érdekes dolog, hogy... És ez nem ölne ellentmondás, hogy egyrészt kell is lennünk valamivé, tehát hogyha nem válsz semmivé az életed során, akkor nagyon rosszul leszel egy idő után. Depressziós például. Tehát nem találod meg a szerepedet, a helyedet, és ezzel nem azt mondom, mindenkinek tanárnak kell lenni, bármi, ami a te személyiségedhez illik. Így teljesedünk ki pszichésen, és minden mellé kell, vagy jó, ha van egy spirituális út, ami viszont azt mondja, hogy azért ezt ne hidd el teljesen. Illetve legyél rugalmas abban, hogy amikor abban a szerepben kell legyél, akkor legyél ott, egyébként meg tudjál belőle kilépni, és ne sírjál, hogyha most éppen nem vagy tanár, vagy nem vagy apa, vagy nem vagy gyerek, vagy stb. Stb. Ugye ezek a szerepeink. Tehát ez a minden szereppel járó nehézség, felelősség és szépség is. Egyszerre, és jó, ha az ennek a mélyén megvan egy rugalmasság. Az, hogy ha most visszatérek a beszédbe lévő hasonlatra, hogy kiismered azt a várost, meg a törvényeit, meg a boltjait, és aztán rájössz, hogy valójában a várost te hozod létre. Meg mi hozzuk egymásnak létre. Mint ahogy ténylegesen egy város ilyen. Hogy azt emberek hozzák létre, egyrészt rámondjuk valamilyen nagyságtól, hogy az város, meg stb. Törvényeket alkotunk, de ezt mind ezt csinálja. És egyszer csak visszatér az ürességbe. Mint ahogy mindaz a szerep is, meg mindaz a gondolat, meg érzelem, ami bennünk van. Tehát ezért egyfelől komolyan kell venni, másfelől meg nem kell annyira komolyan venni. És akkor igazából ennek egy jó szimbóluma a zen tanítói ruha. Egyszerre komolyan kell venni, egyszerre meg totál komolytalan. Tehát ugye nagyon sok milyen ilyesmit lehet benne csinálni, és nevetségesnek is tűnhet, hogy ugye emlékszem, hogy régebben, amikor néztem a videókat, és akkor szerettem a kommenteket olvasgatni, az néha így, kell nekem is valami szórakozás, ezzel most nem azt akarom bátorítani, hogy itt mindenféle hülye kommenteket írjatok be, de beírhattok, és akkor emlékszem, hogy nem tudom, harmadik, negyedik ilyen videó volt még, amit megnéztem régen, Sunim, meg voltak akkor is bevezetők, és régen még volt, hogy a bevezetőre is adtunk hacukát az emberekre, vagy adtak. Sőt, nagyon régen mindenki hacukába ült, ilyen gyakorló ruhába. És akkor emlékszem ezekre a kommentekre, hogy na, diszbuddhisták, minek kell fölvenni azt a ruhát, na, van látszat, de beltartalom, na, vajon az van-e? Igen, tehát van, és van ebbe egy kis komikusság is, tehát hogy kimész ebbe az utcára, hát... Úgyhogy körülbelül ez van az összes szerepünkkel. Azért beszéltem erről ilyen hosszan, hogy legyen ott mindig egy kicsit a derű meg a humor is. Úgyhogy most nem ez volt a kérdésed, de indukálta, úgyhogy ezért olyan kényelmetlen a dharmaruha. Én egy ilyen nagyon kis szerencsés teknősnek érzem magam, hogy a dharma mentő mellény megtalált. És azt szeretném kérdezni, hogy mit tudok most tenni, azon kívül, hogy itt vagyok, ahogy tudok, jövök, gyakorlok, minden nap gyakorlok otthon. Mit tudok ezen kívül tenni, hogy a következőben mondjuk ne 40 évet kell, életben ne 41 évet kelljen várni, hogy ez a mentő mellényt megtaláljam az óceánba.
Ne akard lerövidíteni. Oké. Okay. Tedd le az egészet, és csak gyakorolj. Hát igen, de nagyon segít, azért lenne ez jó a következőbe is. Most jól figyelj. Most, amikor hallottad ezt az ütést, volt következő? Nem. Meg volt 40 év? Nem. Nem. Na ezt tartsd meg folyton. És akkor mindegy, hogy hány év, mert akkor tiszta lesz a pillanat mindig. És az a fontos. Ezt annyira emlékszem, amikor a szunim szokta mindig mondani, ő is az egyik tanítójától hallotta, hogy a bardókról kérdezte, és akkor a válasz lényege az volt, hogy ugye ezek az, aki nem tudja, ezek a tibeti hagyományban ezek a különböző ciklusok, hogy az élet is egy bardó, a meghalás is egy bardó, a halál utáni időszak is egy bardó, stb. Stb. Hogy akkor hogy van ez a tiszta tudat a bardókban, és akkor, hogyha megvan ez, az volt a válasz, akkor valójában nincsenek bardók se. A bardókat is a tudat hozza létre. A különböző létállapotokat is a tudat hozza létre. Ha teljesen fölébredsz, akkor teljesen megszűnik mindennek a szorítása rajtad. És ez persze nem jelenti azt, hogy mondjuk a tested nem fog meghalni, vagy a gondolataid nem jönnek, mennek, és 10 év múlva nem leszel egy teljesen másik ember, de nem mindegy, hogy milyen tudatosság van mögötte. Úgyhogy igazából a most a fontos. Tehát, hogy most gyakorolj. És jó, hogy itt vagy. Tehát jó, hogy szembe jött a mentő mellény, és éppen eltalált. Hála Istennek, vagy Buddhának, vagy aminek szeretnéd. És tartsd meg ezt a pillanatot mindig. És azért mondtam azt, hogy értem ezt a vágyat, ez egy nagyon természetes vágy, hogy jobban szeretnéd csinálni, vagy nagyon jól megjósítani magad, hogy majd ne legyenek rossz dolgok legközelebb, vagy ne legyen olyan kihívásos. De valójában ettől az akarástól is meg kell szabadulni, és akkor szabadulsz meg. Tehát, hogy annak az akarásától, hogy én majd valamikor később még jobb legyek. Mert hogy valójában megszerzett tudás nélkül már teljes vagy. Az a truvája zenbe meg a buddhizmusba, hogy valójában semmit nem kell megszerezni, mert már megvan. Csak nem látjuk. Nem látjuk teljesen, van, aki részlegesen látja, van, aki csak intellektuálisan tudja, valaki kicsit már tapasztalt belőle. Az egyik szutra olyan hasonlattal él ezzel kapcsolatban, hogy van két barát, akik együtt elmennek inni. A szutrákban vannak ilyen történetek, hogy elmennek együtt inni. És akkor az egyik egy gazdag ember, a másik egy szegény. És hát a szegény az jobban leissza magát, úgyhogy az ott elalszik. És a gazdag barát az fog egy óriási drága követ, és amíg alszik ez a szegény barátja, belevarja a kabátjába a szegénynek ezt a drága követ, és aztán elmegy. És a szegény ember másnap fölébred, nem vesz észre, hogy bele lett varva a drága kő a kabátjába, és aztán elmegy éldegélni. És hát szenved, mert koldulnia kell, meg tényleg kuli munkákat végezni. És eltelik így 5 év, vagy sok év. És újra találkozik a gazdag barátjával, aki csodálkozik, hogy hát miért nézel ki ilyen szarul? Hát nem tudod, hogy belevartam egy drága követ a kabátodba? Hát milyen drága kő? Ja, hogy ez? Kiszedi, és akkor rájön, hogy valójában minden pénze megvolt. Kicsit sántít a hasonlat, de hát ilyeneket találtak ki régen a buddhisták. De a lényeg, ami lényeg, hogy arra akar ez a szutrabéri tanító történet is mutatni, hogy már most ott van nálad az a drága kő, amivel mindent meg tudsz vásárolni. Nem konkrétan, tehát most ha bemész a Lidlbe, akkor azért, mert egy hétvégét eltöltöttél a Zen templomba, még nem fognak neked tele vásárlókosarat adni, de hogy
hogy amit tudatilag meg lehet tapasztalni, az ott van benned. Csak el kell takarítani előle azokat a fedő rétegeket, amik olyan szinten betakarják, hogy nem látod. Tehát a tükröt szépen le kell törölni. És akkor megvan az a pillanat, és aztán csak meg kell tartani. Ez egy kicsit másfajta pedagógia és másfajta működés, mint amit egyébként az iskolában, meg az életünkben tanulunk, mert hát mivel telik el az életünknek az első része biztos, hogy egy csomó tárgyi tudást el kell sajátítani, aztán a munkába be kell állni, ott is el kell sajátítani, tehát hogy azt érezzük, hogy úgy gyarapodni kell. De hogy ebben a tanulás meg pont az egyszerűsödés és az elhagyás. És aztán az a jó, ha a kettőt szintetizálni tudod. És akkor egy egészen normális ember lehetsz. Úgyhogy maradj meg a pillanatban, és ezt, amit most így gyakoroltunk, ezt tedd az életed részévé. Ez egy életmód valójában. Sajnos vagy nem sajnos. Ezt mindig el szoktam mondani, de nem lehet elégszer mondani, mert türelmetlenek vagyunk, én is. Hát ezt magamnak is mondom, hogy a nagymesterek is, akiket ott láttok, egész életükbe gyakoroltak. Sung San Zen mester is 20 évesen elérte a felébredést, és egész életébe végig gyakorolt. Minden reggel, amíg a teste bírta, nagyon-nagyon sok leborulást megcsinált. Egész nap mondta a nagy dáranit magába. Meg meditált, meg stb. Szóval, hogy ilyen ez, hogy az életed részévé kell tenni, de akkor utána sok mindent megtehetsz. Főleg akkor, hogyha ezt nem csak magadért teszed, hanem mindenkiért. Azokért, akik körülötted vannak. Akkor az egy elég jó működő rendszer. Szóval meditáció közben előfordulnak alkalmak vagy pillanatok, amikor úgy élem meg, hogy puh, most aztán ez valami nagyon jó volt. Vagy puh, itt most mi ez? Uh-huh. Milyen hülye voltam? És egy pillanattal odébb meg már nem is emlékszem. És a kérdés az, hogy szükségszerű-e az, hogy emlékezzünk a meditációs élményünkre, vagy ezt úgy kell felfogni, mint egy álmot, hogy vagy emlékszünk rá, vagy nem? Jó a kérdés. Alapesetben a zen tanítása az, hogy ne ragaszkodj semmihez, ami a tudatodban megjelenik. Tehát legyen ez álom, vagy meditációs tapasztalat, vagy módosult tudatállapot, vagy a nappali racionális tudatállapot. Ezek folyton változnak. És a meditáción belül azt a hozzáállást gyakoroljuk, hogy hagyjuk, hogy legyenek, nem akarjuk sem elfolytani, sem pedig magunkhoz ölelni, és benne tetszelegni, hogy hú, de jól vagyok most, és szeretnék mindig ilyen jól lenni, hanem úgy ülsz, mintha egy folyóparton ülnél, és a folyón nagyon sok minden úszik. Dinnyehéj, fadarabok, uszályok, személyszállítóhajó, és addig, amíg ott van előtted, látod, meg megcsodálod, és aztán utána hagyod elmenni. Az a baj, hogyha valami nagyon megtetszik, ami úszik a folyóba, és utána ugrasz, akkor lehet, hogy elsodor az ár, és megfulladsz. Ez az, amikor így akarsz valamihez ragaszkodni. És akkor az utána bezár. Bármibe, de bezár. És mindegy, hogy a ketrec az ilyen komor vas színű, vagy rózsaszín, vagy egy szállodai szoba jacuzzival, de az is be van zárva. Tehát mindegy, hogy milyen börtönbe vagy, az börtön lesz. Tehát ez van, hogy ha ragaszkodsz bármilyen tapasztalathoz, álom, meditációs tapasztalat, az a börtönöddé válik. Az por lesz a szemedbe, és csípni fogja. Úgyhogy alapesetben a kérdésedre válaszolva nem kell őket marasztalni. De amikor jön, akkor az teljes tudatossággal megéled. És azt is megéled, és megtapasztalod, hogy nem tudsz minden teljes tudatossággal megélni. Szoktam egy kicsit ilyen
húzodozni magamba, amikor hát az ilyen tanításokba nyilván óhatatlanul túloz mindenki egy kicsit a pedagógiai szempont érdekében, hogy teljes tudatossággal mindig, nem lehet mindig teljes tudatossággal, meg mindig, meg tökéletesen, meg jól, meg emberek vagyunk. Ez is egy fontos része a gyakorlatnak, legalábbis nekem ez egy fontos fordulópont volt, hogy megengedni magamnak azt, hogy nem megy tökéletesen. Hogy néha nagyon szenvedek az ülésekkor, hogy néha nem akarok leborulni, hogy néha végig kalandozom az egész meditációt, minden van, csak tanti ennem. Hogy ez az emberi élményhez hozzátartozik, hogy olyanok vagyunk, amilyenek. Úgyhogy, ha megvan ez, akkor egy idő után elkezded azt érezni, hogy a belső szabadságod megnő. De a másik, amit még mondanék hozzá, hogy nyugodtan hibázz is. Szóval, ami úgy jön, bele lehet menni. Ki lehet próbálni, hogy milyen az egy picit, hogyha ragaszkodsz, milyen az picit, hogyha egóból csinálsz valamit, mint a bevezetőben is hallhattad. Ha nem mész ezeken a fázisokon végig, akkor csak olvastál róla, de nincs róla tapasztalatod. És jó esetben azért van a szanga, mert hogyha nagyon félrement valami, akkor szólunk, hogy hát figyelj, jó, de egy picit akkor most már ezt másképp kéne csinálni, és akkor annyi a jó, hogyha megőrzöd magadba azt, hogy halljad meg, hogyha mondják, hogy most kicsit akkor azt kéne inkább, most inkább nem arra kéne menni, hanem arra kéne menni. De hogy valójában ez része az útnak, igazából a legnagyobb tanítóink azok, akik a legtöbbet hibázták. Szerintem. De az biztos, hogy akiket én láttam, azok így vannak, és a hibákból tanulnak. Úgyhogy, ha megvan ez a belső szabadság ilyen szempontból is, akkor ezek a tapasztalatok is a helyükre kerülnek, és megemészted őket. Suzuki zenmester hasonlatával zárnám a választ neked. Ő egy híres japán zenmester volt. Ő azt mondta, hogy nem baj, hogyha jönnek a gyakorlat során a gondolatok. Nem baj. Csak ne kínáld őket teával. Köszönöm. Gyerekkorom óta fut ez a program bennem, hogy ébredj fel és segíts másokat, csak nem tudtam így megfogalmazni, de hogy folyamatosan ez ment. Mindig küldetéseim voltak, ez vitt előre. És egy ponton elkezdtem ez eszközöket keresni, mentálhigiéné, családállítás, amiket csinálok most, mint segítő, jött a zen, és lényeg a lényeg, hogy amikor itt vagyok, akkor azt érzem, hogy itt is maradok, és felmegyek a hegyre, és hogy elég a hegyen lenni. Amikor lent vagyok, és viszem a csoportjaimat, azt érzem, hogy igenis szükség van arra is, mert hogy most nyilván nem megyek ebbe részletesen bele, de ez az én tapasztalásom, vagy meglátásom, vagy feltételezésem, hogy ami itt van, az eredeti fény tapasztalásához közvetlenül visz, de szükség van arra, hogy a rétegeken is dolgozzunk, ha csak nem ülünk non-stop a hegyen, és választjuk azt, mint mondjuk Szungszáng zenmester, amit az előbb említettél. És van bennem egy ilyen dilemma, hogy fel kell-e menjek a hegyre, hogy úgy tudjak segíteni másoknak, ahogyan én szeretnék, mert amikor itt vagyok, és lemegyek, és csoportot vezetek, érzem, hogy más a tudatállapotom, más a mező, a tér tisztasága, más a csoportdinamika. És most egy ilyenben vagyok, hogy fel kell mennem a hegyre, vagy nem, és hogy van egy ilyen vízióm is, ami most lehet lükeségnek hangzik, de hogy valahogy azt képzelem, hogy egy elvonuló központtal zengyakorlat is zajlik, és csoportterápia is. És hogy vajon ez működhet-e? Reális-e? Ezek a kérdéseim. Nem tudom, hogy ebben most ki tudtad-e hámozni a lényeget. Több kérdés is volt benne. Igen. Melyik a legégetőbb? Hénye. hát kettő és égető. Na. Fel kell mennem a hegyre. És hogy szerinted működhet-e így egy ilyen kombináció? Te hogyan látod ez arányokat? Mondjuk, hogy egy ilyen, hogy zajlik az zengyakorlat, és mellett a csoportok. Egy ilyen vízióm van-e
ez vajon reális, vagy te hogyan látod, hogy ez működőképes-e? De amikor ezt csinálod, akkor ez van, hogy akkor felmegyek a hegyre, és nem jövök le. Hol van a hegy? És még? Falfehér. Nagyon jó, hát ezt tartsd meg. És ha ezt megtartod, akkor ez minden probléma. Ha beindul a kis dualitásgyár, akkor probléma lesz. Meddig akarod a problémákat gyártani magadnak? Ez a kérdés. De ez nem probléma. Tehát föltetted a kérdést. Akkor mi ez, ha nem probléma? Hát, hogy ide költözzek-e, vagy sem? Szeretnél ide költözni? És még? Na, hát nagyon jó. Szuper. Na, szóval szeretnék gyengéden rámutatni arra a kis enyhe dualitásra, hogy van a hegy, meg van a világ. És akkor jaj, nincs hegy és nincs világ. Nincs hegy, ahova föl lehetne menni. Valójában, eredetileg. Az az igazi hegyre fölmenés, hogyha megszűnik a hegy és a világ, és csak ott vagy a pillanatban. És akkor a probléma valójában nem probléma. Egyébként Sung San Zen-mester fiatal korában megcsinálta azt a nagyon vad elvonulását, ahol majdnem meghalt, aztán egész életében rengeteg embert tanított. Amerikába, Koreába, Európába. Kb. Szerintem mindenhol volt a világon. És rengeteg tanítványt kinevelt, rengeteg szangát alapított. Tehát ha már csak megnézed, hogy ez mennyi, szerintem az ember, az folyamatosan dolgozott. Más emberekkel. Szóval nem lehet azt mondani, hogy ő például egy ilyen remete lett volna. Vannak emberek, akiknek remetébb karmájuk van, mint másoknak. Ez sem jó vagy rossz. Mindenki találja meg azt, ami számára a legjobb. De itt érdemes azon a vonalon elindulni, hogy miért akarsz fölmenni a hegyre? Meg miért akarsz segíteni az embereknek? Valójában ennek a mélyén mi van? Mert azért ez nagyon érdekes, hogy az altruizmust, most nevezzük ennek, a mások iránt való segítési vágyat, ezt általában nem szoktuk analizálni, meg nem szoktunk a mélyre nézni, mert ez olyan jó dolog, hogy igen. Azt szoktuk analizálni, hogy miért vagyok hülye, meg miért projektálok, meg miért vagyok agresszív, de hogy miért akarok segíteni, konkrétan nekem ez miért jó, azt nem. És egyébként nem olyan evidens, hogy miért jó. Ugye, ezzel már sokat mentem már, hogy egy ideig a megmentőből. Tehát, hogy én igazából nekem is jó. Tehát, egyébként, az nekem is jó, hogy a másoknak jó, meg hogyha segítetek, meg hogyha gyakorlok. Tehát ez nem egy ilyen altruista, önfeláldozó tér, amiből ezt mondom. Most persze csinálni dolgokat úgy, hogy neked nem jó, az butaság. Tehát ezzel nem ezzel van a baj. Azt érdemes megnézni, hogy ez a dualitás, ami megvan benned, hogy egy, hogy emberek, hogy itt ennek a mélyén még mindig kell, hogy legyen valami, ami táplálja ezeket az erős vágyakat, vagy ezt a, hát most akkor nevezzük kihívásnak, amivel dolgozol. És nem minősíteni akarom, tehát ez tök jó, mindenki dolgozik valamivel. Karma függő, hogy ki mivel, de ugyanúgy mindenki küzd.
Tehát, hogy miből táplálkozik. Mert minden ilyen vágy, meg elképzelés mélyén valami van. És pláne, ha erős, és úgy érzed, hogy elkezded elveszíteni a szabadságodat valahol, tehát, hogy az átmenet az nem teljesen zökkenőmentes, hogy jó, ha zen templom, akkor zen templom, ha segítés, akkor segítés, akkor ott érdemes ezt a milyen alapszükséglet, milyen alapvágy, milyen önkép, milyen azonosulás van ennek a mélyén. És ez egy nehéz műfaj. Tehát még akkor is, hogyha sok önismereti csoportban, meg terápiában voltál már, akkor is még ott vannak azok a kis, még mélyebb rétegek, ami néha évek után derül ki. És nem baj, ha évek után derül ki, csak derüljön ki egyszer. Mert úgy tudsz a saját segítői és saját gyakorlói utadon helyesen haladni, hogy az tényleg jó legyen. És nyilván most is másokaknak segítesz, de igazából csak az az egy baj, hogyha megakadsz valahol, ha elakad a fejlődés, hogyha valahol egy ilyen rövid zárlat keletkezik, és nem megy tovább az a változás. Tehát én is nem nagyon szoktam visszahallgatni magam egyébként az ilyen fölvételekről, de már vannak viszonylag bevezetők is régebbről, meg úgy emlékszem is kb., hogy az én zen utam során, ami továbbra sincs lezárva, és folyamatosan tanulok újakat és újakat, és tapasztalok, de úgy emlékszem, hogy igazából az mind valid volt, amiket régebben is mondtam, meg ahogyan a gyakorlathoz viszonyultam, csak most már minden más. Tehát, hogy ami voltam, vagyok, de ami lettem, nem voltam mindig, ahogy Hanvas Béla mondja. És ez valószínűleg 10 év múlva megint ezt fogom mondani. Tehát, hogy azt tudod csinálni, hogy azt, amit éppen most tudsz és most csinálsz, azt csináld őszintén. Őszinte segítő szándékkal. És ebben megint ott van, hogyha ki tudod venni az egoitást, akkor megjelenhet az, ami tényleg segít. Szóval, hogy a segítésben sokszor beszélünk módszertanról, meg te is tanultál már ezt, meg azt, meg amazt, amiket mondtál is, és ez nagyon jó, de valójában aztán a tiszta tudat segít. Egy másik hasonlattal élve, mert szeretem néha ezeket a keresztény analógiákat is mondani, hogy valójában, amikor a jó segítő, mondjuk aki egy keresztény, spiritualitásban lévő segítő, az azt fogja mondani, hogy igen, én mindent megtehetek, de végső soron Isten segít. És én csak eszköz vagyok. Ezek csak szavak. Tehát ugyanha azt mondom, hogy a tiszta tudat segít, és én csak eszköz vagyok, mint egoitás, ugyanazt mondtam. Ugyanaz a spirituális élmény lehet mögötte. Csak hogy ez legyen ott mögötte. Úgyhogy ez meg egyébként nem függ attól, hogy a hegyen vagy-e vagy nem, hanem a gyakorlásodtól függ. És itt azt gondolom, hogy az a feladat, hogy látod ezt a dualitást, és dolgozol ezzel aktívan. Mert akkor van a haladás az úton, hogyha használjuk a dualitásainkat. Ez még egy nagyon fontos dolog, hogy most itt sokat ekésztem ma már a dualitásokat, de a dualitásoknak azért megvan az az oldala, hogy hát ők segítenek minket az utunkon. Mert hogyha eleve nem lenne semmi motiváció, akkor megmaradnánk abba a nagyjából tudatlan állapotban, amiben vagyunk egyébként. Ezt a buddhizmus anno úgy szemléltette, hogy vannak ezek a létsíkok a buddhista elképzelésben, hogy emberek, állatok, pokollakók, meg vannak ilyen istenek, félistenek. És aztán vannak a buddhák, akiknek már nem kell leszületni, csak hogyha akarnak. Ez a hagyományos buddhista elképzelés. És ott nagyon érdekes, vannak az istenek, akiknek van karmájuk, csak nagyon jó karmájuk van. És őróluk mondja a hagyomány, hogy a jó karma is lejár egyszer. És azért nehéz Istennek lenni, mert nem motivál semmi a gyakorlásra, mert tök jól érzed magad. De hát egyszer csak lejár a szufla, és akkor menni kell megint a zen terembe. Hát, hogy... Szóval, hogy ha nincs szenvedés, nincsen dualitás, akkor nem indít el semmi az úton. Szóval...
ez a, amit szoktak mostanában mondani, hogy love your problems, szeresd a problémáidat, ezek visznek az úton. Csak ezt, amivel kezdtem, annak a nagyon radikális formájában, hogy a kérdésedre ennyivel válaszoltam, és utána mehettünk is volna tovább, ezt a nagyon radikális tisztaságot, ezt soha ne felejtsd el. Mert akkor benned lesz a templom, meg benned lesz a hegy, és nem kell fizikálisan főmászni itt a hegy oldalba, hogy na, akkor vaddisznók jönnek, meg röf-röf-röf, mert lehetne itt csinálni egy ilyen kis remeteséget, és akkor tiszta leszel a csoportnál is, a gyakorlásnál is, magánéletedben is. És ez egy szép rendszer. Szóval nekem egy olyan kérdésem volna, hogy a gyakorlatunk során a nagy kérdése, ugye rákérdezünk az igazi önvalónkra. És írva is van, hogy ugye az igazi önvalónk tapasztalása egyenlő a megvilágosodással. Viszont ennem fölmerült egy olyan kérdés, hogy mi van akkor, mert ugye ez gyakorlatilag majdnem azt is mondja, hogy az igazi önvaló az a végcél, úgymond egy olyan tökéletes, amit el kéne érni, bár ugye az is le van írva, hogy nincs, amit el kéne érni, de azért mégiscsak. Hogy honnan tudjuk, hogy ez elég tökéletes a végcélnak? Hogy az önvalónk van olyan tökéletes, hogy már nincs hova fejlődnie? És csak elérjük, és kész. Hogyan méred le az önvaló tökéletességét? Milyen mérőszallag, vagy ilyen nem, mérleg? Ez csak inkább azért, hogy nem lehet, hogy annak is ugyanúgy fejlődnie kell folyamatosan. Az önvalónak? Igen. És mi az önvaló? Tehát, hogy így mondtad, hogy megkérdezzük magunkat? Nem. Feltesszük a kérdést, hogy mi ez. Aha. És mi ez? Tehát, hogy rájöttél már, hogy mi ez? Mert én már régóta szeretném tudni, csak... Hát Glóriát biztos nem látsz a fejem fölött, tehát azért nem valószínű. De azt mondanám, hogy úgy... Valami lenne pedig. Na, hát ez az. Szóval, hogy pillanatokra néha, mintha lenne olyan villanás, de csak ilyen nagyon pillanatokra, és egyszer egy ilyen né jött, hogy és mi van, ha nem tökéletes? Mi van, ha tovább kell fejlődnie? És ezt főleg azért is kérdezem, mert a keleti tanításoknál nekem az a tapasztalatom, hogy a gyakorlattal elvisznek az ajtóig. Kvázi megmutatják, de belépni már neked kell. Uh-huh. És utána viszont a tapasztalás, hogy azután mi van, az is már teljesen a tiéd. Igen. Tehát nekem egy kicsit olyan, mintha az önvaló az ajtó lenne, de mi van, ha van tovább? Azt a mindenit. És akkor hova tovább? Hát utazóként fogsz újra születni. Mindig tovább és tovább, bolygó hollandi. Tudod, van ez a monda, hogy elátkozott a bolygó hollandi, és éveken keresztül hajózik a tengeren, és néha nyílik egy esély arra, hogy a partra lépjen, és akkor találnia kell egy végtelen hűséges asszonyt, aki megmenti ettől a bolyongástól. De ha elárulja, akkor sajnos nem. Na, ez a bolygó hollandi. Bolygó hollandivá tudunk válni, hogyha folyamatosan újabb és újabb és újabb és újabb tökéletesedést tűzünk ki magunk elé. Értem a kérdésedet, mert hogy egyszerűen az emberi élmény ez, hogy mivel folyamatosan változunk, ezért megvan pszichésen az az élményünk, hogy hát hogy tudunk tágulni, tudunk jobban is változni. Nagyon sokan rosszabbra változnak, mint amilyenek voltak, de néhányan akár még egy kicsit jobbak is tudnak lenni. De ez alapvetően a karma. És van egy koreai mondás, hogy a jó dolognál nincsen jobb. Tehát vigyázz azzal, hogy a pszichének, meg az elmének a működés módját azt ne vetítsd rá. Arra, amit valójában még szóval sem lehet megfogni. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy önvaló, meg buddha természet, meg ilyenek, ezek is valójában csak segédfogalmak. Még az is, hogy tökéletes, az is segédfogalom. Tehát mindennek, aminek meg tudod találni az ellentétét, hogy tökéletlen, akkor ott megint ott van, amit az előbb is beszéltünk, hogy hoppá, dualitás. És akkor az van, hogy na ezt akkor szépen most a gyakorlatnál letesszük. Meg az, hogy valami megkérdezi, hogy mi ez.
Szoktuk ezt is, hogy van a kisén, meg a nagyén, és akkor a kisén megkérdezi, hogy Ádám, te ki vagy? Hát én vagyok az igazi önvaló. Ugye ilyen nem történik. Ez is a nyelvből ered egyébként. Tehát, hogy amikor az agya, hogy fejlődött és kialakult a nyelv az egy, ugye van alany meg tárgy benne, tehát tud olyan alany is és tárgy is lenni, hogy én vagyok az alany meg a tárgy egyszerre. Ez valójában a nyelv szerkezetéből jön. De hogyha ezt elvágjuk, akkor marad az, hogy a padló barna. Meg hogy ott ülsz, és a kezedben a mikrofon. És ez nem tökéletes, meg tökéletlen. Ez az ős állapot, amiből minden minőség jön, de valójában neki nincsen minősége. Tehát ez az üresség, vagy a teljesség, amiről a szívszutra szól. Úgyhogy ez egy érdekes emberi tapasztalat, hogy egyszerre van meg bennünk a változás, a kavargás, az, amit fejlődésnek vagy visszafejlődésnek érzékelünk, és aztán ott van mögötte mindaz, az a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon megnevezhetetlen valami, ami ezt az egészet látja. Ez a nem tudható. És amikor tényleg nem tudod, tehát szeretem ezt az állapot, hogy fogalmam sincs. Ebben benne van a magyar, vagy a fogni, a fogalomba, benne van ez, hogy megfogok valamit a fogalommal. De ha fogalmam sincs, akkor teljesen szabad vagyok. És ha letöröljük ezeket a fogalmakat, amiket te is mondtál, akkor ez van. Na igen, de azt mondod, hogy az önvalónk látja ezt az egészet, ami egyébként szinte biztos, hogy így is van. Mi szüksége van a látásra? Ha önmagában tökéletes, feltételezzük, akkor mi szüksége van a látásra? Kvázi tapasztalásra. Fogalmam sincs, nem tudom. Maradjunk meg ebben a nem tudhatóban. Maradjunk meg ebbe. Lát. Ugye ez megint egy érdekes dolog, hogy mondjuk, hogy önvaló, meg tudat, és erről tengernyi irodalom van, tehát már csak ha átmész oda a könyvtárba, a teaszobába, a sok szutra, meg a ilyen buddhista, olyan buddhista, vég lehet olvasni, és mind bla 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 bla. Ezért mondja azt a zen, hogy valójában jó, vannak ilyen bla bla alkalmak, mint most ez, de hogy megkérdezem tőled, hogy mi a tudat? Erre hogyan válaszolná? És még? 3 + 3 = 6. Nagyon jó. Például ez egy jó válasz. Vagy a padló barna. Az már volt. Az már volt. Na, de ez is gondolkodás, hogy unalmasat már nem akarok mondani. Jó? Tehát itt mindig így bekapcsol az intellektus, aztán visszatérünk a tiszta tapasztalathoz. Ha tiszta, tükörszerű tapasztalat van, és megkérdezem tőled 3-szor, hogy mi a Buddha, és 3-szor azt mondod, hogy a padló barna, az oké. Úgyhogy ez a zen tanítási módja, hogy az írásokat meghaladó közvetlen tudattól tudatig átadás. Mert az, hogy mi a tudat, meg mi az önvaló, az valójában annyira egyszerű, hogy a padló barna, 20:44. És egyébként meg írhatok róla ekkora könyveket, hogy a tudat az olyan, hogy akkor az önvaló, meg a tökéletesség, meg a bla 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 bla, de az a leírás róla. Ez ugyanolyan, amit sokatoknak mondtam, hogy kíváncsi vagyok a banánra, akkor vagy beszélek róla sokat, vagy elolvasok róla egy csomó mindent, hogy ível, déli gyümölcs, sárga színű, belül édes, stb., vagy veszek egyet és megeszem. És az a zen jellegű tapasztalat. Tehát tér vissza ebbe az nagyon egyszerű pontba, és még ettől a tökéletességtől is meg kell szabadulni, és az lesz az igazi tökéletesség. Köszönöm, és ha már nálam van a mikrofon, még egy prózait azért hagyj kérdezzek, mert ez már úgy izgatta a fantáziámat, hogy mind Dharma Mester, mind a 208 kuan megvolt. Nem tudom. Annyit tudok mondani,
hogy a koanozásnak soha sincsen vége. Na hát ez lett volna a másik következő, hogy és ha megvan mind a 208, utána mi van? Utána van a dharma küzdelem? Folyamatos koan az élet. Az biztos. A könyvben 280, az életben végtelen számú koan. Tehát nekem a nagy tanulsága a koanozásnak, ami folyamatosan zajlik, hogy szinte minden helyzet koan. És attól függ, hogy lefagysz-e, intellektusból próbálod megoldani, vagy van benne intuíció is, és ebbe tök sokat segít a koanozás. Úgyhogy én erre azt tudom neked válaszolni, hogy folyton jönnek a koanok. És nincs olyan, hogy na, akkor ezt most elértem, és akkor, mert lehet, hogy utána jönne egy olyan, amitől megint fogalmam sincs. Azok az igazán nagy koanok. Úgyhogy hajrá gyakorolni. Igen. Köszönöm. Engem az érdekelne, hogy a buddhizmusnak a többi ága, az hogyan közelíti ugyanazt, amit a zen? Vagy hol ér össze, inkább így kérdezném. Oké, akkor miért fált szét, hogy ilyen történelmi információi vannak erről? Mert az emberek nagyon sokfélék, sokféle kultúrában élnek, és sokféle a személyiségük. Úgyhogy ez természetesen megteremti annak a módját, hogy sokszínűvé válik még egy ilyen hagyomány is, aminek a maga nagyon egyszerű. Kicsit olyan ez, mint az étkezés, hogy itt mi Európában késsel, villával, kanállal leszünk, Indiában például kézzel esznek, és csinálják azokat ilyen kis, ezeket a maszalák és egyebek, és akkor így összebögyörgetik a kezükbe, és úgy eszik meg, valahol tálcikával esznek, de végső soron a célja mindegyiknek az, hogy jól lakjanak. Körülbelül ilyennek ezek a különféle hagyományvonalak is, hogy más, teljesen más kultúrába csöppent a buddhizmus mondjuk Tibetben, más kultúrába csöppent Kínában, Koreában, Japánban, Tájföldön, Vietnámban, és ez a különféle színeket megteremtette. És aztán mindegyiken belül voltak nagyon-nagyon-nagyon magasrangú mesterek, akik tényleg nagyon sokat mindent megtapasztaltak, voltak kevésbé, és aztán valami fönnmaradt, van, ami nem. De a magva a legtöbbnek ugyanaz, hogy érd el ezt, és aztán segíts minden lénynek. Szóval, hogy melyiknek a követője leszel, vagy melyikben vagy, az leginkább gusztus kérdése. Most már. Régen nem, mert megszülettél mondjuk Tibetbe, akkor nem mentél át feltétlenül Koreába. Most abban a helyzetben vagyunk, hogy minden elérhető, és akkor valami olyat érdemes választani, amiben te tudsz bízni. És meg olyan tanítót, meg olyan környezetet, csoportot. És akkor ott elmélyedni. De ott viszont rendesen elmélyedni. És akkor az egyikbe elmélyedsz, akkor jól tudod kezelni a többit is. Mert ha egyébként csak kívül maradsz, és egyikbe sem mélyedsz el, akkor csak a különbségek látszódnak, és akkor valójában csak így vásárolgattál a spirituális bevásárlóközpontba, de egyikben sem mentél be a mélybe. Ez a mai embernek egy nagy veszélye, mert hogy ezt szoktuk meg, hogy mindenből egy picit vásárlunk, és nem mélyedünk el, meg a figyelmünk nem tart ki. Úgyhogy ilyen szempontból veszélyes, hogy sok hagyomány van most nekünk, jól kell tudni választani. És ha megvan belül ez a belső iránytű benned, hogy szeretnél elmélyedni, akkor egy idő után kialakul az az alfa hagyomány számodra, ami az első helyen van, és akkor te abba vagy. És amikor ellátogatsz más hagyományoknak a gyakorló helyeire, akkor ott meg
nagyon meg tud élni azt, ami ott van, és érdemes is. Például a Szungszán zenmester mindig arra bíztatta a tanítványait, hogyha elmennek jóga ásramba, hindu templomba, más buddhista templomba, keresztény templomba, zsidó templomba, akkor csinálják azt, amit az ottani emberek csinálnak. Ha énekelj, próbálják azt énekelni, amit ők énekelnek, csinálják azt, amit ők csinálnak, és lássák meg azt abban, ami abban a mag. Úgyhogy ha az egyikben meglátod, akkor megláthatod a többiben is. Aztán persze a megjelenési formában sokféle különbség van, meg a gyakorlók, meg a követők elérési szintjében is, tehát azt is egy idő után lehet együttérzéssel kezelni. Köszönöm. Szívesen. Én a memóriáról szeretnélek kérdezni. Kavintont kell szedni. Erős túlzással naponta meg kell néznem a személyemet, hogy hívnak. De arra emlékszem, hogy már gyerekkoromban, ami nem érdekelt a tanulás, azt nadrágszíjjal sem tudták belém verni. És ami nagyon érdekelt viszont, azt foggal körömmel, ott a sikerre vittem, végigvittem, és ahogy székelyek mondják, ember, ezért lett belőlem ember. Amióta megismertem a zent, itt van egy ilyen nagyon nagy motto, amiben belekapaszkodtam, és ezt imádom benne, hogy ugye megszerzett tudás nélkül már teljes vagy. De ettől függetlenül picikét a csőrömet piszkálja, hogy ez a memória dolog, ez most egy verset elém tesztek, egy hónapig tanulom, és nem tudom megjegyezni, tehát hogy ez akkor nem egy versmondó. Nem leszek, de mi erről a véleményed, hogy ez egy ilyen erőszakkal fejlesztendő dolog, vagy fogadjam így el magam, és haladjak az úton? Hát és megtaláltad a helyed, amiben sikeres vagy, és szereted is csinálni? Meg, de miért van az, hogy nincs memória, vagy egyiknek van, a másiknak nincs? Hát, mert egyiknek sikerült, a másiknak nem. Figyelj, igazából a kettő dolgot tudok erre mondani. A meditáció, a jól végzett meditáció azáltal, hogy tisztítja azért a tudatot és egyszerűsíti, valamelyes jó hatással tud lenni a memóriára is. Tehát, hogy ha nincs annyiféle rágódás a elmédbe egy idő után, akkor sokkal jobban tudsz figyelni, és sokkal jobban meg is jegyzel dolgokat. Ez az egyik dolog. De persze nem csodaszer a meditáció. És a másik az, hogy amit mondtál, hogy megszerzett tudás nélkül teljes vagy, ez a gyakorlat célja, és a zen gyakorlatnak valóban nem az a célja, hogy itt dolgokat megjegyez, hanem egyszerűen tapasztalj. A gondolkodás, a memória és egyebek előtt. Mielőtt azok még megjelentek volna. Tehát, hogy legyen tapasztalatod arról, hogy mi vagy te a memória, az emlékek, az önazonosulások előtt. És ez egy egészen más jellegű tapasztalat, mint hogy tudom, hogy mikor volt a Mohácsi csata. Gyakorlatilag amiket megtanulunk, az olyan, mint a vagyontárgyak. Hogy van pénzem, meg van, tudom, hogy a Mohácsi csata, milyen meg a Newton törvényeket tudom, ezek ilyen dolgok. És lehet, hogy valamire tudom használni. Történész vagyok, akkor tudok előadásokat tartani, ha tudom, mérnök vagyok, akkor tisztában vagyok az erőhatásokkal, és tudok sok mindent csinálni vele, de ugyanúgy, mint ahogy a pénz, úgy az emlékek, meg a memória, memorizált dolgok, tudás is egy használati tárgy. És előbb-utóbb úgy is elveszted. Tehát szokták mondani, hogy tanulj, fiam, mert egyedül a tudás az, amit nem vehetnek el tőled. Ja, hát igen, csak jön az első agyvérzés, és akkor meg van oldva. Tehát, hogy ezek mind mulandó dolgok, és a testhez és a pillanatnyi állapotothoz kötöttek. Tehát az jó, hogyha azt tudod, amit egyébként szeretsz csinálni, és egyébként a gyakorlás szempontjából meg keresd azt, ami ettől több. Mert végső soron az fog segíteni neked. Mondjuk, amikor szembenézel a halállal, ma már többször emlegettük,
Mert hogy az életünk, ha megnézed, vagy megnézitek, végső soron így vagy úgy, de a kiüresedésről szól. Mert a végén mindent el fogsz veszíteni. Ha tetszik, ha nem. A pénzedet is, meg a tudásodat is. És akkor mi van? Ezért ütögetjük a padlót. Legyen egy másodpercnyi tapasztalat arról, hogy mi van, amikor nincs ott a memória, meg nincs ott semmi. Csak vagy. Úgyhogy az élet előbb-utóbb gyakorlatra nevel, csak nagyon nem mindegy, hogy belül hogy állsz ehhez hozzá. Mert nagyon kevesen halnak úgy meg, hogy az egy mély tapasztalat, hanem általában sok-sok szenvedés, meg kínlódás, meg jaj, ezt mulasztottam, azt mulasztottam, ilyenek. Ezt lehet valamelyest megspórolni, hogyha gyakorolsz. Azt nem, hogy esetleg fájdalmas a halál, mert sokszor az. Hogy belül hogy állunk hozzá, azt lehet. Meg hogy a veszteségtől mennyire félünk, vagy nem. Ha már előtte meghaladod ezeket a birtoklásokat, akkor ez egy picit könnyebb történet. Úgyhogy ezért szokták azt mondani, hogy minden valódi spirituális gyakorlása halálra való készülés is. Ezt csak azért mondtam el, hogy el akartam helyezni egy térképen a memóriát, és azt, ami mögötte van, vagy most jobb hiány mondom, hogy mögötte van, ami a nagyobb ettől. Tehát figyelj, hogyha szükséged van extra memóriára, meg ezért vannak technikák, amiket interneten lehet olvasni, lehet gyakorolni egy kicsit. Egyébként meg jó esetben arra emlékezni fogsz, amire szükséged van. És egyébként meg, ha nem, ezt most ki fogjuk vágni, még mindig lehetsz amerikai elnök. Köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget. Szóval a kérdés az lett volna, hogy végéig húztam, hogy játszottam egy játékot, ilyen spirituális, vagy ezotérikus, vagy nem tudom, és az jött ki, hogy szeressem az egyéniségemet. És hogy hogyan tudnám jobban szeretni az egyéniségemet, hogyha még mindig keresem az egyéniségemet, és nem tudom, hogy mindegy. Szóval, hogy ez a kérdésem. Kettő dolgot tudok mondani. Az egyik az, hogy ha tetszik a zen gyakorlás, akkor haladj ezen az úton. Egyébként megkeress egy jó önismereti csoportot. Köszönöm. Na, hát akkor nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki kérdezett, azoknak is, akik nem kérdeztek, hogy meghallgattatok, és hogy együtt járjuk az utat, és tanulunk egymástól. A kérdések is nagyon fontosak. Tehát a jó kérdés, ha megfigyeled, már magában tartalmazza a választ. Ha igazán jó kérdést tudsz föltenni, akkor gyakorlatilag megvan a válaszod. Ezért kérdés alapú a zen. Ezért van ez a technika, hogy mi ez. Hát a kérdés nyit. És minden egyes ilyen alkalommal is igyekszünk még valamire rányitni. Még akkor is, hogyha az, amit keresünk, az nagyon egyszerű és nagyon tiszta. De attól, hogy egyszerű és tiszta, az még nem jelenti azt, hogy rendkívül könnyű lenne ezt tapasztalni. Úgyhogy ezért vannak ezek a helyek, és a helyek akkor vannak, hogyha ti itt vagytok benne. Önmagában a templom semmit nem ér. Sőt, bármilyen tanító is semmit nem ér akkor, hogyha itt egyedül egy üres teremnek beszél. Akkor működik mindez, hogyha egymást tanítjuk, és egymást segítjük, szavakkal vagy anélkül. És ha most már itt voltál ezeken a
napokon láthatod, hogy nagyon sokszor szavak nélkül megy át a legtöbb. Úgy, hogy együtt működünk, hogy együtt csináljuk ezt. És megjelenítünk valami olyan minőséget, amire nagyon sok mindenki vágyik. És megpróbáljuk mindezt úgy, hogy saját tapasztalat legyen. Mert a saját tapasztalat, akkor nem kell félni attól, hogy elfelejted. Mert ez a fajta tapasztalat, ez veled lesz. Egészen a halálodig, de még lehet, hogy a halálon túl is. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy ezt itt együtt csináljuk, és azt kívánom, hogy még nagyon sokszor gyakoroljunk így együtt, és segítsünk magunknak és minden szenvedő lénynek ezáltal. Köszönöm.